Már csak pár pillanat és kezdődik a hetévi reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szabó György, a mazsok elnöke, a büszke magyar izraeli zsidó, akivel természetesen, ha csütörtök van, akkor beszélgettünk az aktuális eseményekről, és természetesen a ránk köszönt Sabeszről is, illetve a heti szakasztról. Kezdjük akkor a legaktuálisabbnál. Mi történik a temetőkkel? Jó reggelt kívánok! A temetők vannak továbbra is, tehát a azok maradnak is. Többször elmondtuk, a zsidó temetőkbe a temetettek is, igen, ott maradnak. Igen, illetve a messiás eljöveteléig, bár ugye itt is ugye kétfajta vélemény ütközik ugye a messiás eljövetelével kapcsolatban, de erről majd máskor. De igen, tehát a temető projekt folyik, ugye a második szakasz elbírálása megtörtént, ugye 46 temető került be a győztes temetők közé. Ugye, ami nagyon érdekes dolog, és nem beszéltünk róla, minden az előző szakaszban elkészült temetőre, és a új szakaszban elkészülendő temetőkre is fölkerül egy úgynevezett lapidáriszkő, ami egy nagyon érdekes elektronikai eszköz, ami az, hogyha a telefonunkat hozzá közelítjük, és azon az NFC szolgáltatásra van kapcsolva, akkor ugye előugrik a temető teljes története ugye a telefonnak a képernyőjén, és így minden oda látogató ember azonnal képbe tud kerülni ugye a temető, a településen a zsidó közösség, a település történetével, és minden olyan dologgal, ami eddig maximum találgatások útján lehetett rájönni. Már az is fönn van, vagy az még várat magára, hogy kik vannak ott eltemetve? Nyilván ez nem egy egyszerű dolog, az, hogy kik vannak eltemetve, hiszen ez a zsidó temetőknek a jó része legalább ugye a holokauszt óta nincsen bennük temetés. Tehát az elhagyott zsidó temetőkben, ahol ugye káresemények is történtek, sírkövek eltűntek, sírkövek ledőltek, a föld betemette őket. De hála jó Istennek, most fogom megszakítani, hisz ez egy nagyon nagy micva. Ott, ahol nincsenek meg a sírkövek, most önök viszont megkeresik, hogy hol vannak az eltemetett emberek tulajdonképpen. Igen, tehát egy újonnan beszerzett ugye talajradarral, tulajdonképpen. Erről már beszéltünk, egészen, csak nem doborítottuk, hogy mekkora jelentősége van ennek. Mélyen ugye lelátunk ugye a föld alá, és látjuk azt, hogy valami van, tehát hogy mi található a föld alatt, és ugye a sírok viszonylag könnyen beazonosíthatóak ugye a radar jelei alapján. Minden esetre igen nagy segítséget jelent, hiszen több helyen már kísérleteztünk, hiszen ennek az radarkezelés azért nagyon komoly fölkészülést igényel, és éppen a tanulási fázisban vagyunk. De feltétlenül azt nagy segítséget fog nyújtani a temetők föltörképezésében. Ugye azt nem fogjuk tudni megállapítani, hogy ki van eltemetve, de az, hogy hány ember van egy adott temetőben eltemetve, azt nyilván meg lehet majd pontosan határozni, annál is inkább, hiszen ez a radar képes arra, hogy 2 cm pontossággal a Google Maps-on ugye ki tudja jelölni ugye a megtalált tárgynak a helyét. Ez tulajdonképpen akkor az a tisztesség, ami kijár a halottnak, akkor meg lesz, tehát nem lesz járda fölötte, és nem hasonlók. Igen, hát a problémák temetőnként nagyon-nagyon-nagyon eltérőek. Többek között az egyik visszatérő probléma, hogy utak kerültek megépítésre egy-egy adott temetőben, és itt ugye nagyon komoly probléma, hogy vajon az út alatt volt-e temetés, vagy nem volt temetés. Ugye éppen múlt héten voltunk kint egy ilyen helyszínen, ahol kiderült, hogy igen, az eddig használt út alatt sírok találhatóak, azaz az utat át kell majd helyezni egy más helyszínre.
Említettük már ebbe az adássorozatba egy temetőt, ahol együtt voltunk, én kerítésen kívül, ön a kerítés tetején és bent, ha jól emlékszem, akkor tájáról van szó. Ott például, ahol ilyen dombos vidéken van a temető, ott hogy lehet ezt a szerkentyűt működtetni? Hát ugye a szerkentyű gurul alapvetően, tehát kerekei vannak. És ott, mert ezeken ahol, a helyeken főleg ahol, el is tűntek sírkövek. Persze, de hát ugye általánosságban azt lehet mondani, hogy egy adott temetőnek körülbelül az egynegyede az, ahol föllelhetőek sírkövek. Ugye komoly kérdés, hogy a maradék háromnegyeden hol volt a temetésnek a vége, tehát vajon tényleg csak az a negyed rész szolgált temetésre, vagy a másik negyed, vagy két negyed eltűnt, és egy negyed rész maradt szabadon. Nyilván ez az egyik feladata a földradarnak, másik feladat, hogy állt-e valamilyen építményszanatán rá, ugye a halottnak a végtisztességet megadó helység, a mosdató helység hol állt, ha állt, volt-e óhel, ugye rabbi sír az adott sírban, meg lehet annak az alapjait találni, és ugye nem mellesleg ugye a sírkövek megtalálása sem mellékes történet, hiszen igazából a sírkövek azok, amik a történelemről beszélnek, hiszen nagyon nagy számú sírkőben ugye tulajdonképpen komplett történetek vannak leírva. Amit ezekben a régi temetőkben, mint például tája is, ott csak egy egyszerű kerítés van. Itt most akkor az lesz az alap, ami a halaká szerint, hogy egy temetőnek kell egy nem átlátható kerítése legyen, és itt kerítéseket fognak létrehozni, ahol nincsenek? Hogyne, tehát itt az elsődleges feladat ugye a temetőnek a bekerítése. Ugye ma már megkönnyítettük ezt a feladatot ugye a pályázók számára, hiszen együttműködési szerződést kötöttünk ugye a két legnagyobb kerítés a nem gyártó társasággal. Hiszen ugyan kerítésnek hívjuk, de nem ezek a fonott kerítések, hanem rendes. Nem, tehát ahogy mondtad, ne lehessen átlátni, legalább 2 méter magas legyen, stb. Igények vannak, és ugye azért itt a beadott pályázatok alapján körülbelül 36 000 folyóméternyi kerítésről beszélünk, tehát ugye nem kevés. Ez nem viszi el az összes pénzt. Nem kevés kerítésről beszélünk. Ezért ugye ezt leszerződtünk a két legjelentősebb kerítéselem gyártóval ma hazánkban, azért, hogy ugye a mazsök pályázatán induló pályázók kedvezőbb áron tudják megvenni a kerítéselemeket és az oszlopokat, mint amit egyébként megkapnánk, pont a költséghatékonyság elérése érdekében. Kérdésedre, hogy elviszi az egész pénzt, vagy nem viszi az egész pénzt, a pénz jelentős részét elviszi a kerítésépítés. De nyilván, ha zsidó temetőről beszélünk, van fontossági sorrend. Ugye az elsődleges fontosság a temetőnek a bekerítése, illetve az eredeti határvonalának a megtalálása, ezzel ugye behatároljuk a temetésnek a helyszíneit, kerítésen belül, kerítésen kívül, stb. És miután megvannak a kerítés helyretételek, utána jöhetnek sírfelújítások, sírkőrestaurálások, stb. Ami már egy helytörténeti tanulmány is. Ami akár bizonyos helyeken, ugye a helytörténeti tanulmány, hiszen Pilisvirosváron gyakorlatoztunk például a múlt héten, ugye az 1800-es évek legelejéről származó sírok voltak, és kerültek. Valószínűleg kire, hogy Árpád apánkkal jöttünk. Hát nem, azt pontosan tudjuk, hogy mikor, nem mellesleg ugye abban a korban már értek zsidók ugye Magyarország területén, de most ugye nem történelmi órán vagyunk, de minden esetben ugye tudjuk, hogy ugye a nagy hullám, ugye Mária Terézia korában ugye érkezett Magyarországra. Járvány ideje van, ha jól értem, akkor sikerült kiosztani a gyors segélyt. Ezzel véget ért tulajdonképpen a mazsök gondoskodása a túlélőkön? A mazsok gondoskodása soha nem ér véget.
alapvetően ugye a csomag... Itt most a járvány idejére gondoltam. Igen, tehát a, hát mivel nem tudjuk, hogy meddig tart a járvány, mindannyian szeretnénk, hogy ennek a járványnak vége legyen minél hamarabb, de ugye... Hát de nem imádkozunk de minden ugye nap, egy párszor megtréfált minket ugye ebben az évben. Egyenlőre a körülbelül kicsit több, mint a fele ment ki a címzeteknek, arra itt szeretném kérni a engem néző holokauszt túlélőket, hogy aki nem kapta még a csomagot, az vagy a mazsok@mazsok.hu e-mail címre, vagy a Facebook oldalunkon jelezzen, hiszen a címekben nagyon sok olyan probléma van, hogy elköltöztek az emberek, és nem adták meg az új címeket, és ugye elég sok esetben lukra futunk. Tehát mazsök ékezetek nélkül @mazsok.hu. Igen. És ott egyszerűen csak egy nevet és egy címet kell delegálni, és akkor meg fog érkezni ez a gyors segély, mármint a járvány leküzdésében. Nem sok időnk maradt most a heti szakaszra, úgyhogy majd, amikor újból ez a heti szakasz lesz, beszélünk róla. Bízunk benne, hogy Isten segítségével akkor is fogunk élni. Arról beszéljen nekem, hogy ha én jól emlékszem a tanulmányaimra, és amikor a könyveinket lapozgatom, a járványról minden le van írva már nálunk. Hát ugye, mint általában ugye a zsidó életnek a specialitása, hogy, és ugye egy nagy rabbink azt is mondja, hogy gyerekek, teljesen felesleges vitatkozni dolgokon. Hiszen a zsidó tudományokban már minden meg lett vitatva az elmúlt 3500 éven, 3500 vagy 3700 év alatt. Tehát ahelyett, hogy feleslegesen vitatkozunk, csak lapozzuk föl a könyveket. Tehát ez vonatkozik a járványokra, és vonatkozik minden egyéb más törvényekre, vagy a zsidóságokat ért tragédiákra, vagy a zsidóságot ért örömekre. Ugye már minden ilyen dolog ugye a zsidó történelmi tárházban, könyvtárban fellelhető alapvetően. Kedves nézőim, a pontos idő 9 óra, az annyit jelent, hogy következik a híradó. Búcsúzunk Szabó Györgytől, aki az elmúlt negyed órában volt vendégünk, és érdemes ezt a búcsú mondatot kiemelni. Ne vitatkozzunk, hanem lapozzunk föl. A zsidó könyvtárba minden megtalálható. Ezzel véget ért a reggeli Pirkadat politikai magazinműsorunk. Következik egy objektív híradó, akinek építő jellegű véleménye van, ne tartsa meg, hanem írja meg nekünk. Mi bírjuk a kritikát is, amennyiben az építő jellegű. Tehát jön a híradó, és jönnek a csütörtöki műsorok is utána. Tartsanak továbbra is velünk. Köszönöm, hogy a Pirkadatban velünk voltak. Önnek meg Shabbat Shalom, kellemes hétvégét.